Petőfi 200 címmel Székely Galéria kiállítás nyílt Tamaskó Komjáti Anett képeiből Szekszárdon, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrumhoz tartozó Ady Endre Technikum és Kollégium aulájában. 5 éve festek, és ide 20 festményemet hoztam el. Én tulajdonképpen embereket festek, főleg nőket, mert engem a női mély lélektan nagyon érdekel. Valahogy a képeimmel is azt szeretném kifejezni, hogy mik rejtőznek bennünk, milyen érzéseink, milyen hangulataink. Tulajdonképpen ezek az én érzéseim, az én hangulataim, de hogy alapvetően azt fogják látni a nézők, hogy itt többnyire a női megjelenések különböző formái. Az országgyűlés a 2023-as évet Petőfi Sándor emlékévé nyilvánította a költő születésének 200. évfordulója alkalmából. Ennek az évnek ugye van egy másik apropója, és a Petőfi 200. évforduló, ami egy kicsit összekapcsolta a galériának az újranyitását és a megemlékezésnek a fonalát. Az alkotó, ugye Tamaskó Komjáti Anett kolléganőnk a festményeivel nyitja meg az új kiállítását és a galériát, hogyha úgy tetszik, újra életre hívja, illetve az a Petőfi kép, ami a galériának az egyik főszereplője, az az ő kezemunkája és az emlékév alkalmából készült, és azt gondolom, hogy méltó koronája lehet az emlékévnek. A szervezők egy régi hagyományt szerettek volna újra feléleszteni, amikor is az iskola tanárai egy szélesebb körben is bemutathatják alkotásaikat. Az alkotó megegyezte, képei által szeretné jobban bemutatni a női lélek rejtett bugyrait, és a portré által még jobban kifejezésre juttatni az emberi érzéseket. A realisztikus ábrázolásmódon a portrék mögött megjelennek a mélyebb érzelmi viszonyok, a sötétebb árnyalatok használatával pedig megteremti a mélységet a festményben, mellyel még valósághűbb lesz a kép. A kiállítás munkanapokon 10 és 3 óra között látogatható.